finom a hazai dinnye, grilleztek a séfecskék, ülésezett a képviselőtestület, új 500 forintos bankjegy. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. július 16-án 18 óra 5 perckor. Megkezdték a szabadföldi dinnye betakarítását a gazdák. Idén a tavainál 5%-kal kevesebb termésre számítanak, az árak viszont nem változnak. Megérkezett a magyar dinnye a piacokra. Az árak még magasak, viszont a vásárlók hajlandóak megfizetni a hazai minőséget. Fegyverneken is szép számmal fogy a nyár kedvenc gyümölcséből. Nagyon vártam a magyar dinnyeit, alig várom, hogy hazamenjek Pestre és megkóstoljam. Hát egy kicsit borsos, de azért jobb, mint amit ott fent veszek, és nem magyar. Harsányi Antal szerint a magyar dinnyének nincs párja, a minősége kiváló, az árak kedvezően alakulnak, minden nap vásárol a gyümölcsből. Amit nem nagyon tudunk sok helyen megfizettetni, ugye Európában tudják, mi is sejtjük, hogy a Kárpát-medencének van egy olyan értéke, hogy itt termett zöldségnek, gyümölcsnek saját íze van, különös, ezt sehol máshol nem tudják produkálni, bármit elkövetnek. Tehát emiatt azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy előnyben kell részesíteni, csak jó lenne még ezt a plusz tulajdonságát forintosítani, pénzét tenni a termelőknek. Még most kóstolgatjuk, eddig nem mertünk venni. Tehát termelői oldalról biztos azt kell mondani, hogy ez egy reális ár. A magyar fogyasztók azok nagyon-nagyon pénzérzékenyek, tehát tudjuk más termékeknél is, hogyha bemegy a magyar fogyasztó akármelyik üzletbe, mindig nézi, hogy mit kap meg legolcsóbban. Ez mondjuk a magyar dinnyének lehet hátránya, habár én azt tapasztaltam, hogy szezonban azért itt nagyon jó árak vannak. A termelők viszont aggódnak, hogy lesz-e elég dinnye a szezon végéig. A hektikus időjárás nem kedvezett a termésnek, a várható termésmennyiség 192 ezer tonna körül alakul idén, amely mintegy 5%-kal kevesebb a tavainál. Most kezdték el szedni a földeken a szabadföldi dinnyéket. Kevés a dinnye, főleg első kötés van rajta, nincs rajta második, harmadik, körülbelül egyszerre fog megérni az összes dinnye. Ha az le lesz szedve, nem tudom, hogy lesz-e még rajta majd több. Minőségileg nagyon finom a hideg időjárástól. A nagybani piacokon a ilyen kisebb dinnyék, ami 8 kilóig van, olyan 100 forint körül árulják kilóját. A nagyobb testes dinnyék 120-150 forint között mozog jelenleg kilója. Van, aki még később is palántolt, azokon még most jönnek a kötések. Szerintem július vége fele gond lesz a dinnyével, hogy nem lesz annyi, amennyi kellene. A nagybani piacokon a dinnye kilónkénti ára jelenleg 120-150 forint. Az alacsony áraknak köszönhetően a hazai kereslet nőtt, 13-15 kg dinnyét fogyaszt el átlagban egy magyar, míg 10 éve ez az érték 8-9 kg volt. Szatmári János, a lovagi udvar séfje, az általa vezetett kovácsos séfecskékkel a tanévet egy közös grillezéssel zárta le. A lányok egy csoportja a séf segítségével előkészítette a hozzávalókat. A répát, cukkinit, almát, kukoricát, burgonyát, karalábét, zellert, gombát, paprikát, paradicsomot és a csirke mellett a grillezéshez, és citromot és narancsot is felkarikáztak, hogy megnézzék, milyen ízű grillezve. Ilyen évösszesítő lenne egy kis grillezés az udvaron, a lovagi udvarba. Egy kis paprika, egy kis répa, zöldségek, akkor egy kis csirke mell, egy kis sajt, és lényegében ezt fogják a lányok most elkészíteni. Diákok lássák azt, hogy ezeket a gyümölcsöket is lehet ugyanúgy grillezni, mint az almát, a banánt, bármi más egyéb gyümölcsöt. Igaz, jól lesz egy kis szilva is, de az még most jelenleg nincsen. A konyhában pedig Nyíriné Kátai Katalin szakkörvezető segítségével leveles tésztát nyújtott a csoport másik fele, és abból hájas tésztát sütöttek házi medgyes szilva lekvárral. Ezek egy ilyen bolti leveles tészta,
ugyanaz, mint amit a őseink készítettek, csak ezt már modern technikával gép készíti, gyorsabban, ugyanúgy pihentetik, hűtőbe tárolják, és utána mindig óránként egyszer a gép átmegy rajta, és úgy hajtogatják, és a végén ugyanaz lesz. Az a lényeg, hogy a vágásnál lehessen látni, hogy az hány rétegből van, és a rétegeknél lehet látni, hogy azok hajtva volt, vagyis pihentették közben. Mint a síf elmondta, a lányok egyre ügyesebben dolgoznak a konyhában, bár még kell nekik segíteni. Nagyon sokat kell foglalkozni velük, hogy magát az alapanyagokat nem ismerik. Ez a lényeg. Nem is annyira a főzés, hogy azt a gyömbért például mit lehet belőle készíteni. Lehet teját, fűszernek, bármi más egyémre lehet felhasználni, és ezt meg kell nekik mutatni, el kell magyarázni. És ez a lényege, hogy most is azért hoztam külön banánt, meg egyéb dolgokat, mert hogy a banánba is olyan banánt kell hozni, amelyik süthető, mert nem minden banán alkalmas a sütésre. A szakkörrel az a cél, hogy az ételek készítése közben megismerkedjenek az új ízekkel, megszeressék az egészséges főzelékeket, zöldséges leveseket. Ezt változatos formában kóstolják meg egy-egy alkalommal. Az a lényege, hogy az a karamell ízek jöjjenek ki, például a narancsnak is az édeskés finom íze, persze kap egy picike kis karamell ízt, és akkor rögtön megváltozik. Ugyanúgy lehet citromot is, kipróbálhatjuk azt is, hogy mennyiféle gyümölcsöt lehet grillezni. Azon kívül húsok mellé eszmetlen finomak az ilyen gyümölcsök. Az idei tanévben is több ízt megkóstoltak a lányok, akik szívesen kísérletezgetnek, mondta el Nyíriné Kátai Katalin szakkörvezető. Szerintem nyitottak a lányok minden újra, szívesen dolgoznak. Igazából kell még mindig egy kis segítség. Tehát az önállóság még mindig nem olyan fokú, ahogy már én elképzeltem, de bízom benne, hogy mire ennek a séfecske kurzusnak vége lesz, a 6. év végére azért több önállósággal rendelkeznek majd. A recepteket Szatmári János a mintamenza előírásainak betartásával készíti a gyerekekkel. A lányok már bátran alkalmazzák a főzésnél a zöld fűszereket, a zöldségek közül is egyre többel megbarátkoztak. A sütemények összeállításánál is sok rutint szereztek már a foglalkozásokon, így nem okozott gondot most sem a hájas tészta elkészítése. A terítésnél a kézműves szakkörön készített dekorációt is felhasználták. Most úgy gondoltuk, hogy egy kis nyári hangulatban egy kis pöttyös díszítéssel állunk elő, és a szalvétát, a szalvétagyűrűre nagyon szép kis organza szalagot tettünk, és nagy díszítést nem tettünk, csak a piros-fehér dominál, ami szépé teszi az asztalunkat. Megtartotta a nyári szünet előtti utolsó ülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. Beszámolók elfogadásáról, határozatok módosításáról döntöttek a városatyák. Egyhangulag döntött a testület új karácsonyi dekoráció vásárlásáról pályázat keretében, így az idei évben újabb, a közvilágítás oszlopaira felszerelhető díszek és 3D motívumok kerülnek beszerzésre, ezzel is emelve a karácsonyi ünnepkör hangulatát. 7 igen és 2 nem mellett elfogadta a testület a Karcagvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, amelyre negyedévente a költségvetés átvizsgálása során szükség van. Elfogadták a képviselők a tájékoztatót, a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestület által létrehozott alapítványok, illetve közalapítványok tevékenységéről. Pánti Ildikó képviselőnő hozzászólásában megköszönte a 6 alapítvány sokoldalú munkáját. Egybehangzóan támogatta a testület a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés szolgáltatásáról szóló javaslatot. Évek óta a Jászkunvolán látja el a helyi autóbusz közlekedést, de mivel a szerződésük lejár, új közbeszerzést kell kiírni.
Andrássy András képviselő kérte, hogy hozzák jobban szinkronba az autóbuszos közlekedést a vasúttal. Dobos László polgármester elmondta, valóban szabályozni kell a közlekedést, törekednek rá folyamatosan, de nem könnyű, hiszen vannak olyan vasúti késések, amely már az autóbusz menetrendjét is borítaná, ha bevárná. Mindemellett mindent megtesznek a megoldásért. Döntöttek a képviselők arról, hogy a 2018. év második felében lejáró Bócsai út melletti körülbelül 300 és az Apavári részen körülbelül 500 hektárnyi termőföldeket pályázat útján kívánják bérbeadni. A polgármesteri keret terhére 50 ezer forintos támogatást szavazott meg a képviselőtestület a bűnmegelőzési alapítvány részére. Egybehangzóan elfogadták a városatyák a javaslatot a Karcagi Nyomda Kft. Szétválásáról. Az önkormányzat csekély üzletrésszel rendelkezik a Karcagi Nyomda Kft.-ben, azonban a szétválással semmilyen anyagi kár nem éri az önkormányzatot. Támogatta a testület a volt jéggyár egy helységének bérbeadását a Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány részére. A 90 négyzetméteres helységet a beérkező tárgyi adományok tárolására kívánják használni. Hét igen és két tartózkodás mellett elfogadta a testület az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó nevelési és oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítására az ellátási szerződésekről szóló határozat módosítását. Június 30-ával ugyanis lejár a gyermekétkeztetésért felelős két cég szerződése, ezért szükséges módosítani a határozatot. Elfogadta a testület a javaslatot a Karcag Varró utca egy szám alatti kollégiumi épület térítésmentes használatába adására. A Horváth Ferenc úti idősek otthonában energetikai korszerűsítés és a pincerendszer felújítása történik meg. A felújítások idejére az ellátottakat a Varró utcai kollégium épületében helyezik el. Napi rendelőt szóba kerültek a néhány héttel ezelőtti óvodai megbetegedések. Dobos László polgármester tájékoztatott mindenkit arról, hogy megérkezett a hivatalos szakvélemény. A városvezető hangsúlyozta, hogy bár valóban fertőzés történt, nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik annak elbírálása és a felelősök keresése. Az élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály által megtörténtek a szükséges intézkedés. Tájékoztatták az óvodákat és rajtuk keresztül a szülőket is az eredményekről. A tanácskozás előtt együttérzésük jeléül egy perces néma felállással tisztelgett a testület a kulák áldozatok emléke előtt a június 29-i emléknap alkalmából. Köszöntötték Béres Mihályné Márki Piroskát, aki a közelmúltban egyedüli nőként beválasztottak a Hortobágy örökös pásztorainak jeles asztaltársasága közé. A méltó elismeréshez az önkormányzat nevében Dobos László gratulált és jó egészséget kívánt. Megemlékeztek a Pro Urbe díjas Fazekas Mihályról, aki életének 84. évében hosszú betegség után elhunyt. Fazekas Mihályt a város saját halottjának tekinti. A képviselőtestület legközelebbi tervezett ülését szeptember 27-én csütörtökön tartja. A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben megkezdett bankjegycsere programja hamarosan lezárul. A bankjegysorozat utolsó elemeként megújul az 500 forintos is. Az 500-as is új külsőt kap, februártól fizethetünk az új címlettel. A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben megkezdett bankjegycsere programja hamarosan lezárul, a bankjegysorozat utolsó elemeként megújul az 500 forintos is, mondta Gerhard Ferenc, az MNB elnöke a jegybank keddi sajtótájékoztatóján Budapesten. Az alelnök a bankjegy cseréről elmondta, az új bankjegyek kibocsátása ezúttal is két lépcsőben történik majd, először a kibocsátási rendelet kihirdetésével 2018. július 4-től törvényes fizetőeszközé válik a megújított 500 forintos bankjegy, majd ezt követően kezdődik meg a készpénzforgalom szereplőinek felkészítése az új 500 forintosok forgalomba kerülésére. Jelezte, a felkészülési időszak lezárását követően 2019. február 1-től lehet fizetni majd az új 500 forintos címlettel, a most használatos 500 forintos bankjegyekkel 2019.
29. október 31-ig lehet majd fizetni, ezt követően az MNB bevonja azt, emlékeztetett. A 2013. júniusában eldöntött megújítási programban minden bankjegyre a legmodernebb biztonsági elemek kerültek, amelyek jelentősen megnehezítették a bankjegyek hamisítását. Már az új 500-as júliustól hivatalos fizetőeszköz forgalomba csak jövő februárba kerül, az átmeneti időszakban a jegybank hasonlóan a korábbi gyakorlathoz támogatást nyújt a készpénz elfogadó automaták üzemeltetőinek az új címlet elfogadására, és a kereskedelmi partnereket is tájékoztatja az új bankjegy megkülönböztető jegyeiről, hogy a bankjegy valódisága könnyen ellenőrizhető legyen. Pataki Tibor, az MNB készpénz logisztikai igazgatóságának vezetője elmondta, a régi 500-as bankjegyet a bankok és a posta a bevonástól még 3, az MNB pedig 20 évig térítésmentesen cseréli újra. Jelezte, a forgalomban lévő bankjegyek 83%-át már lecserélték, a fennmaradó részt a még forgalomban lévő 10.000 forintosok, a szintén már lecserélt, de még forgalomban lévő 1.000 forintosok, és most cserére szánt 500 forintosok teszik ki. A március óta forgalomba került 1000 forintosok 68%-át már lecserélték, idén novembertől a régi ezresekkel a kereskedelmi forgalomban már nem lehet fizetni. Pataki Tibor szerint a régi 10.000 forintosok bevonását 2019 második negyed évében hajtják végre. Közölte, a teljes bankjegycsere többletköltsége a papírpénzek természetes cseréjéhez képest 4 milliárd forint kiadás jelent a jegybanknak. Kérdésre elmondta, a visszaéléseket nézve az új bankjegyek beváltak, tavaly 600-700 hamisítványt foglaltak le a hatóságok. Kiemelte, leginkább a régi bankjegyeket hamisítják, ám a hamisítványok döntő része megtévesztésre nem alkalmas, a biztonsági elemek alkalmazása nélküli hamisítványok leginkább színes fénymásolatok voltak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!